végtelen nehéz szakasz volt. Az első 100 kilométerben nem álltam a helyzet magaslatán, volt három olyan tévedés, ami porba mentünk ugyan, de azért ki lehetett volna kerülni a bajt. De nem vesztettünk sok időt, de azért kicsit szavró volt. Azon magunkhoz tértünk, és egy nagyon jó tempót mentünk, így most hallottam, hogy voltunk 17-ek is olyan ellenőrző ponton. A neutralizáció után kezdődött egy igazán komoly dűnösor, és a fene az a vége előtt 30 km ütött be. Mentünk a porába a koroneléknek, és ezt csak leestünk egy kis dűnéről, de egy ilyen én csak azt sem mondanám, hogy nagy, egy ilyen két méteres dűnéről estünk orra. Túl nagy volt a tempó, és szétütöttük a... Akkor még nem tudtuk mit. De az is biztos volt, hogy szétütöttük az emelőt is, a hidraulikus emelőt is, hogy kézzel valamiért felemeltük, meg kiástam az alját, és akkor láttuk, hogy a hátsó kardán az meg van csavarodva, azt érdemes majd megnézni, mert ilyet még én sem láttam. Aztán nagyjából szétbontottuk a kocsi alját, mire a fazekas karcsék megjöttek, és hát ők segítettek még a kardánt leszedni, megvártak, felakasztottak minket, és az utolsó 30 kilométeren kihúztak minket, mint floki a lábtörlőt a hálószobából. Borzasztóan sajnálom, ez olyan közel volt, hogy végre egy jó eredményt érjünk el, és tényleg mindent megtettünk érte, de annak ilyen napok, amikor az embernek ez egyszerűen nem sikerül, mert az égiek elé tolnak egy dűnét, amire nem számít, az nagyon sajnálom. De mindegy, hát remélem meg tudjuk csinálni, ezzel sebből vérzik a paripa. Petéket is nagyon sajnálom, mert ez egy hosszabb legózás lesz, azt hiszem, ez nem egy két órás meló, amit itt meg kell csinálniuk, úgyhogy... De hát sokan vannak még kint, ahogy hallottam, le is rövidették a szakaszt, mert hogy mezőn jelentős része még kint van. Komoly áldozatok voltak ma, az Apletal, a Serrador, de sokan vannak még kint. Hát mindegy, ez van.